Ingyenes programokat kínált a HUMDA zöld életre való komplex e-mobilitási roadshow a Csillagerőd melletti fesztiválplacon április 4-től több napon keresztül Komáromban. Az esemény célja, hogy a fenntartható és környezetbarát energiát a mindennapi élet részévé tegye, és előmozdítsa a zöld átállást, hiszen a zöld energia a magyar gazdaság jövője a háztartásokban, a közlekedésben és az iparban egyaránt. A HUMDA zöld életre valók roadshow keretében vagyunk itt Komáromban a fesztiválplacon, akkor azt gondolom, hogy érdemes kiemelnünk, hogy Komárom város önkormányzata az elmúlt években milyen zöld témával, zöld projekttel, környezetvédelemmel kapcsolatos programot valósított meg. Nem sokszor szoktuk ezt kiemelni és elmondani, és néha elveszünk a számok világában, de az elmúlt években 11 ezer fát ültettünk itt Komáromban. Kifejezetten nagy hangsúlyt fektetve az elmúlt időszakban a fák kivágására, állag megóvására, éppen ezért a képviselőtestület helyi rendeletben szabályozza most már a zöld területek fenntartását és a fászáró növények védelmét. A zöldvárosunk projektünk keretében teljesen megújult a Jókai-liget, ami ugye itt van pár száz méterre mögöttünk. Madár címek tekintetében is büszkélkedhetünk. Madárbarát település címet nyertünk el 22-ben, Virágos Magyarország díjat nyertünk el még a covidos időszak előtt. És azt is ritkán szoktuk elmondani, de a Városgazda cégünk valamennyi munkatársának is innen is köszönve, és az alvállalkozóknak a munkáját is, egy évben több százmillió forintot fordít a város arra, hogy a zöld felületeink olyan állapotban legyenek, amilyen állapotban vannak, és igyekszünk minden évben fejleszteni és odafigyelni a zöld felületekre. Itt a virágosításra, a fűnyírásokra, kaszálásokra gondolok elsősorban. Az elmúlt időszakban számos energetikai fejlesztést valósítottunk meg, részben Európai Uniós, részben önkormányzati, részben állami forrásból. Gondolok itt a Jókai Mór gimnázium teljes energetikai korszerűsítésére és a jelenlegi energetikai beruházásokat tartalmazó pályázataink során, amelyeket már elnyertünk és most lépünk a megvalósítás rögös útjára. Szeretném kiemelni, hogy az elmúlt években azt gondolom, hogy kihúzva méltán lehetünk büszkék komáromiak, hogy a zöld átállás, amit az Európai Unió irányzott elő az elektromos autózás tekintetében, ennek a zöld átállásnak, mobilitásnak az egyik fellegvár, az ászlós hajója lett az elmúlt években Komárom városa és a térség. Az elektromos autózás és együtt az elektromos busz közlekedés és itt jár, és ahogy éppen beszéltünk a sajtótájékoztató előtt, itt önökkel is ennyit talán, ha megengednek, ennyit lelőnék előre poénként, hogy pont erről beszéltünk, hogy a brüsszeli repülőtéren közlekedő elektromos buszok mindegyike itt a komáromi gyárban készült. Erre méltán lehetünk büszkék, a munkahely teremtése és megvédése, a helyi adók befizetése és ezáltal a város fejlesztése miatt. És engedjék meg, hogy még annyit hozzátegyek, hogy nem csak itt Komáromban mi a zöld szemléletről és a klímabarátságról és a környezettudatos gondolkozásról nem csak beszélünk, hanem aktívan teszünk és cselekszünk. Nem csak beruházások, hanem szemléletformálás és egyéb oktatási tevékenységeken keresztül is. Pontosan emiatt ajánlom mindenkinek használatra a Komárom zöld mobil applikációját, a zöldkomárom.hu weboldal és az iránykomárom.hu weboldal használatát és látogatását, mert ezen keresztül láthatóak és elérhetőek olyan programok, amelyeket a Városmarketing és Turisztikai Kft-nk szervez, példának UKF, a Koppánymonostori városrészen, a Szentpál-szigeten az új tematikus zöld túránkra, ahol táblák, zöld, interaktív okostáblákon keresztül tudják az odaérkezők a Szentpál-sziget, Koppánymonostor és Komárom zöld történelmét, adottságait megtekinteni, és ezáltal is igyekszünk és próbálunk a fiataloknak is a szemléletformálásban részt venni, a TESZED akciókkal, a klímatudatos és fenntarthatósági kupák szervezésével, amit innen is köszönünk a közegyesületnek, és számos önkormányzati programmal is, mint például az autómentes nap programjainkkal. Úgyhogy itt mi Komáromban nem csak beszéltünk és beszélünk, hanem az elmúlt
elmúlt években aktívan tettünk és teszünk is a zöldebb jövőnkért, a klímabarát jövőnkért, úgyhogy én ehhez köszönöm innen is mindenkinek a segítségét, aki ebben az önkormányzatot és a várost segítette az elmúlt években. Köszönjük szépen, hogy a Humda Green a mai napon itt Komáromban is megtervezte és megállt itt ebben a megállóban, a fesztiválplacon, és természetesen köszönjük a BYD cégcsoportnak is azt a jövőbe mutató zöld jövőnket elősegítő fejlesztéseit és működését, amit itt Komáromban kifejt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és elnézést, hogy egy picikét hosszúra sikerettem, de talán még így belefértem az időkeretbe. Köszönöm szépen! Örömmel vettem azt a felkérést a Humdától, hogy ezen a zöld életre valók rendezvényen mi is be tudjuk mutatni magunkat. Ugyan mi már egy pár olcson túl vagyunk Lázár úrral az elmúlt évek során, néhányszor átadtunk már buszokat szerte Magyarországon. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a BYD jelen pillanatban piacvezető a elektromos tömegközlekedés területén. Nem titok, Magyarországon több mint 72 autóbuszunk fut már, valamennyi a komáromi gyárban készült, ez külön büszkeség, mind a mellett, hogy amit a alpolgármester úr mondott, szintén büszkeség, hogy Brüsszelbe bárki leszáll a repülőtéren, egészen biztosan, hogy egy BYD buszra fog felszállni, mind a mellett egyébként Amsterdamban is, és Európa több országában is. Annyira már nem kell bemutatnom a BYD-t, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt ezt kellett, hiszen nyilvánvaló, hogy, vagy mindenki tudja már, hogy Magyarországon építi föl a buszgyárja után a személyautógyárát is a BYD Szegeden. Visszatérve a buszokhoz, BYD elektromos autóbuszgyártásban élenjáró, több mint 81 ezer autóbuszunk fut már világszerte. Összességében több mint 10 éve vagyunk jelen a világpiac, a Kínán kívüli világpiacon, és azt mondhatom, hogy a BYD egyik fő szlogenje, hogy a környezeti hőmérsékletet, globális környezeti hőmérsékletet a szén-dioxid kibocsátás csökkentésével egy fokkal csökkentsünk. Most ugyanennek nincsen jelentősége a mai napon, de azt hiszem néhányszor érezzük, hogy igenis a globális felmelegedés ez itt van. Ezért nagyon-nagyon fontos, és nagyon örülünk ennek a Humda által indított kezdeményezésnek, hogy közelebb vigyük a lakossághoz a zöld mobilitást, az elektromos mobilitást, hiszen hallunk azért rengeteg olyan hírt és dezinformációt, ami nem igazán felel meg a valóságnak. Azt kell mondjam, hogy ugye Magyarország mindig egy kicsit megy a nyugati fejlesztések irányába, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy nyugaton is az elektromobilitás legalábbis a nagyvárosokban élen tör, és mindenhol létjogosultsága van az elektromos tömegközlekedésnek. A komáromi gyárban, szintén itt a sajtótájékoztató előtt beszéltünk, szerte Európában gyártunk autóbuszokat, Skandináviától Izraelig, Spanyolország, Portugália, büszkeségünk például, hogy az itt kiállított modell is a Deutsche Bahnnak készül, aki az egyik legnagyobb németországi vevőnk.
Humda zöld életre valók roadshow. Miről is van pontosan szó? Komáromban vagyunk a harmadik állomásán, 11 állomásra fogunk ellátogatni ezzel a roadshow-val, aminek célja, hogy a zöld átállást, a zöld mobilitást, a zöld energiatárolást és az egész zöld gondolkodást egy kicsit, ahogy Krenner úr is mondta, közelebb hozzuk az emberekhez, és azokat a tévhiteket, amik mondjuk ezekkel a technológiákkal kapcsolatban egyes információ vagy egyes oldalakon megjelennek, azokat egy picit el tudjuk oszlatni, és meg tudjuk mutatni, hogy egyébként a zöld átállás, a zöld energiatárolás az egy biztonságos és könnyen és jól megvalósítható program. Ami nagyon fontos, hogy megfogalmazott egy Európai Uniós cél is, hogy 2050-re klímasemleges országgá kívánunk válni. Azt látni kell, hogy klímasemleges országgá ezen energetikai beruházások és fejlesztések nélkül nem fogjuk tudni megvalósítani ezt a célt. Tehát ennek a roadshow-nak a bemutatója az ezt is szolgálja. És hogy pontosan milyen elemek találhatók itt a roadshow-n, itt a mögöttem látható regisztrációs sátorban, ha ide érkeznek a komáromi lakosok, vagy a környékben származó lakosok, akkor ide tudnak regisztrálni, és különböző programokon tudnak részt venni. Van itt gyerekeknek szóló közlekedésbiztonsági program, van elektromos gokártozás, van elektromos roller kiállítás és bemutató, és természetesen van egy interaktív akkumulátorfal és egy VR kiállítás is, hogy ezt a technológiát és ezt a fejlesztést tényleg bemutassa, és egy kicsit megmutassa azt az oldalát is, hogy ezt hogyan lehet biztonságosan használni. Azért azt tudjuk, hogy az energiatárolás és az akkumulátor technológia, az egyébként a hétköznapi életünk része, gondoljunk csak a telefonunkra, az óránkra, tehát ez mind ott van, és az akkumulátort nem úgy kell elképzelni, sokakkal beszélgettünk, mint a régen, hogy kifolyik belőle a sav és megmar minket, ez egy sokkal biztonságosabb technológia már.